Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek buzgón téged, hallgathassam szent ígédet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Istennel egyetemben. Amen. Pünkösd első napi istentiszteletünk kezdetén a 189. dicséretünket énekeljük örvendező szívvel. 189. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Örömmel köszöntöm testvéreimet a Kaposmérői Református templomban és a képernyő ülők közösségében egyaránt. Erőt próbáló időszakot tudhatunk lassan magunk mögött, mely során Isten megtartó és gondviselő szeretete nem hagyott el bennünket. Újra kinyithatnak a templomok, és el lehet jönni Isten házába. Vannak, akik még nem tudnak, vagy nem mernek részt venni templomi istentiszteleten, a képernyő előtt azonban közösséget alkothatnak. Köszönet a Zselic TV segítségéért. Ünnepeljük együtt Isten szent lelkét, ami pártfogónkat, elénekelve a 370. dicséretünket. Így kezdődik a 370. dicséret: jövel Szentlélek, Úristen!
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten ígéjét, úgy, amint írva találjuk azt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, az első 21 versben, helyünket elfoglalva, figyelemmel hallgassuk Isten ígéjét. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így profétált: az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk együtt. Hatalmas Istenünk, kegyelmes Urunk! Áldunk és magasztalunk, mert szüntelen közösségben élhetünk veled,
a Szent Lélek által. A te jóságod és hűséged jele ez, ami érdemtelenségünk ellenére. Lelked által felemelsz, bátorítasz, vígasztalsz, békéltetsz, erősítesz és bölcsé teszel. Légy jelen ezen az istentiszteleti órán, hogy megtisztulhassunk és megerősödhessünk ígéd által. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük 377. dicséretünk harmadik versét, mely így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Istennek az a szent ígéje, mely alapján szeretnék közöttetek ma, pünkösd első napján szolgálni, írva található a felolvasott íge szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 21. versében a következőképpen. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Istennek szent gyülekezete, kedves testvéreim! Pünkösd ünnepe van, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, a látható egyház születésnapja. Az apostoli hitvallásunkban a Szentlélek munkájaként első helyen az Anya Szentegyházat valljuk meg, amelyben leginkább megtapasztalható és nyilvánvalóan érzékelhető Isten szent lelkének jelenléte. Valóban a Szentlélek legátütőbb cselekedete a látható egyház létrehozása volt. A félszeg tanítványokból bátor apostolok lettek. Látjuk ezt Péter kiállásán, halljuk beszédének erejéből, de ez nem emberi erőből, hanem a Szentlélek Isten erejéből fakadt. Ennek egésze egy erőteljes és dinamikus lelki élményben gyökerezik, és azon keresztül valósult meg. Ennek a lélekre ható valóságos történésnek, azaz a pünkösdi csodának a megfogalmazásához szinte nem elég az emberi fogalomtár. A szentíró Lukács olyan, mintha tapogatózna, keresné a szavakat, hogy vajon hogy is fejezze ki minél jobban, érthetőbben,
hűebben visszaadva, mi történt, mit éltek át pünköstkor a jelenlévők ott és akkor Jeruzsálembe. Megteszi Lukács azt, ami tőle telik. Az emberi fogalomtárból használja mindazt, ami rendelkezésére áll. És a mai hitvallóknak is, nekünk is ez a feladatunk. Használni a fogalomtárból azt, ami a rendelkezésre áll, hogy minél többeknek elmondjuk, hogy Isten cselekvő jelenléte valóság. Gyönyörű láncolatként írja le Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a pünkösdi eseményt. Magát a szituációt, a hallható, a látható élményt, a nyelveken szólás csodáját. És egész munkássága, kutató munkája csúcsosodik ki akkor, amikor Péter hitvalló beszédét közreadja. És leírja az hűséggel, kidolgozottsággal azt az ihletett tanúbizonyságot, amit Péter első prédikációjaként tartunk számon. Az alaphelyzet pünköstkor, hogy együtt vannak a tanítványok, együtt van az a közösség asszonyokkal, férfiakkal, amelyik már Mátyás apostollá választásakor is együtt volt, és ez a közösség az, amely várja, hívja a Szentlélek érkezését, eljövetelét. Egyházban vannak, közösen vannak, közösségben vannak. És az 50. napon történik mindez, húsvéthoz, Jézus feltámadásához képest számítva az 50. napon. 7x7 napot követő 50. napról beszélünk. A 7, a 7-es szám maga a tökéletesség száma. Istenre utaló szám ez, és ez hétszerezve, és még egy a megkoronázó ráadás, a pünkösd napja. Ezt élhetjük meg ma mi magunk is. Lezárul egy korszak, és megnyílik egy új, a Szentlélek eljövetelével. Szélzúgáshoz hasonlítja a Szentírás a lélek megtapasztalását. És olyan gyönyörű kettősség feszül ebben, hiszen a héber és a görög nyelv ugyanazt a szót használja a lélek és a szél kifejezésére. Az Isten lelke elsöprő szél, dinamikus, erős hatással bír. Lángnyelvek jelennek meg. Ez a vizuális élmény mélyíti el Isten jelenlétét, mert hogy a teofániák kísérő jelensége a tűz. Ez is azt bizonyítja, hogy Isten van jelen közöttük. A nyelveken szólás élménye pedig mindenkit egybeköt. Mindenkire egyaránt vonatkozik. Nem csak néhányan, hanem mindenki osztozik ebben az élményben. A halhatatlan halhatóvá válik mindenkinek. A láthatatlan láthatóvá válik mindenkinek. Észlelhetővé, érthetővé teszi önmagát Isten. Ez a Szentlélek kitöltetésének hatalmas ajándéka, hogy az, amit a galileai emberek elmondanak, érthető minden nép számára. Az akkori ismert világ minden egyes népe felsoroltatik. Nincsen kivétel. Minden nemzet, minden nép megszólaltatott. És Isten mindegyikőjüknek szól.
Egyetlen nemzet sincs megfosztva Isten megismerésének lehetőségétől. És ez így van ma is. Egyetlen nemzet sincs megfosztva, hanem Isten mindenkinek a Szentlélek munkája által lehetővé teszi az ő megismerését. Legyenek áldottak, akik missziói munkában, Biblia fordításokban közreműködnek, hogy minden nép nyelvén elérhetővé váljon az evangélium. Egy néppé lehetünk tehát Isten népeként. Akár így is mondhatjuk, hogy a jelszó no Babel, nincs többé nyelvek különbsége, ott és akkor, pünköstkor valóban egy nyelv van, az, amit Isten mindenkivel megértetett. Ma ennek a csodája ugyanígy megélhető, hogy a szóló és a halló egyaránt megkapja Isten szent lelkének ajándékát, és érti Isten akaratát, Isten üzenetét az üdvösségre vonatkozóan. Pünkösd tehát az új korszak nyitánya, az érthető Isten és a látható egyház korszaka jön el. A hallás, a vizuális élmény, a nyelveken értés élményéből egy kérdés következett. Mi ez? Mi az, amit hallanak? Mi az, amit látnak? Mi az, amit megtapasztalnak? Mi az a csoda, ami ott történik Isten lelkének kitöltetésekor? A bibliai ígében feljegyeztetett egy rossz és egy jó válasz. A rossz válasz, a gúnyolódó elvakultság válasza, hogy részegek azok, akik beszélnek. Ugyanakkor ezt vissza kell utasítsuk Péter határozottságának segítségével is, hiszen ott Isten leghatározottabban érezhetővé vált. Nem részegségről, hanem Isten jelenlétéről van tehát szó. Péter jó válasza is ez. Szinte kikéri a közösség, az apostoli közösség nevében, még hogy részegségről lenne szó, nem. Isten munkáját tapasztalhatták meg. Csodálatos, hogy eddig az üdvtörténet nagy eseményeit angyalok magyarázták. Az adventi, a karácsonyi, a húsvéti, a mennybe meneteli eseményeket Isten mindig egy angyali küldöttel vagy angyalok seregével magyaráztatja. De pünköstkor? Nem. Pünköstől kezdve a Szentlélekkel teli ember ő magyaráz. Az ige hirdetés lesz eszközévé Istennek. A látható ige Jézus Krisztus. Az írott ige a Szentírás. És a hirdetett ige a prédikáció, melyeken keresztül Isten kijelenti önmagát. Péter tehát kimondja a helyes választ. Isten munkájáról van szó. A proféták által megjövendőlt korszak kezdődik el. Az az időszak, amikor azok, akik Istent segítségül hívják, megmenekülnek. A Szentlélek általi megújulás ünnepe, a pünkösd napja legyen erre lehetőséggé számunkra, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét. Segítségül hívva a bűnbocsánatra szorulásunkban, segítségül hívva az Úrvacsora által, segítségül hívva,
hogy megtapasztalhassuk, hogy ő ugyanaz maradt az első pünkösd óta, a lélek, aki megelevenít. Isten ösztönöz bennünket az ő szent lelkével, az üdvösség keresésére azzal, hogy felragyogtatja annak módját, hogy segítségül hívható Isten szent lelke által. Krisztus megjelenése óta még lelkesebben könyöröghetünk, mert tudjuk, hogy atyánként szólíthatjuk Istent, tudjuk, hogy van közben járunk a mennyben, és tudjuk, hogy van pártfogónk, a Szentlélek Isten. Kávin János ezt írja az írás magyarázatában. Senki sincs elzárva Isten segítségül hívásától, mindenki számára nyitva van az üdvösség kapuja. Semmi más nem tart vissza bennünket a belépéstől, csak a saját hitetlenségünk. Ne tartson vissza hitetlenség. Lépj be az üdvösség kapuján. Hívd segítségül Istent, imádkozva élj, hogy belépésed lehessen halál és élet által az ő örök országába. Amen. Az úrvacsora sákramentumára készülve énekeljük a 435. dicséretünket, annak első versét. 435. dicséretünk így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az úri szent vacsorát. Legteljesebben Pál apostol adja ezt elénk az első korintusi levél 11. részében, a 23. verstől a 26. versig terjedő szakaszban. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy azon az éjszakán, amelyen a mi Urunk Krisztusunk elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, minek után vacsorált, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Pál apostol arra intett bennünket, hogy méltatlanul
kárhozatra ítéltetve ne legyünk az úrvacsora vétele által, bűnökkel megterhelve ne járuljunk asztalához. Ezért hívlak benneteket bűnbánatra a 38. Zsoltár szavai által. Imádkozzunk. Uram, ne fedj meg felindulásodban, bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Benned reménykedem, Uram, Istenem. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. Ne hagyj el engem, ne légy távol tőlem. Siess segítségemre, Uram, szabadítóm. Amen. Bűnbánatunkat kövesse hitvallástétel, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Sem bűnbánatotok igaz voltában, sem hitetekben nem kételkedem, de egyházunk rendtartása szerint kérdezem, s kérem, hogy válaszoljatok. Hiszitek és valljátok, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Hiszitek és valljátok-e, hogy Isten a bűnös embere megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsájtotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsájtja. Hiszitek és valljátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Ígéritek és fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott és felszentelt szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet. Amen.
Most pedig, akik magatokat méltóképpen előkészítettétek, vegyétek a szent jegyeket velünk együtt otthonaitokban, alázatos szívvel és szép renddel. Először elénekeljük a 459. dicséret első versét, majd az orgonaszó alatt esszük a kenyeret és isszuk a bort, végül elénekeljük a második versszakot. Így kezdődik a 459. dicséret, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Come, make it right.
Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, reformátorok, és Isten kegyelméből így élhettünk vele mi magunk is a 2020. esztendő pünkösdjén. Az apostol szavait szívleljük meg. Mielőtt elbocsájtanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztjén elhívásotokhoz méltón, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek szeretetétől, melyet kijelentett és bizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott nektek. Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok az egy testben. Amen. Adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelemért. Kegyelmes Istenünk, feltámadott Krisztusunk által, hallgasd meg hálaadásunkat. Köszönjük, hogy sem ünnepnapokon, sem hétköznapokon nem vagyunk egyedül. Jézus mennybe menetelét követően nem hagytál magunkra minket, nem feledkeztél meg rólunk, sőt, szent lelked által jelen vagy mindenütt, és áldásodat érezhetjük, ahol a te nevedben összegyűlünk. Dicsőítünk, láthatatlanságod ellenére is valóságként megtapasztalható erőd, segítséged, szereteted, bölcsességed. Vezessen bennünket a békesség útján, Szentlélek Isten, akaratod szerint. Áldunk és magasztalunk a terített asztalért, ezért a különleges közösségért, amit veled és testvéreinkkel megélhettünk. Legyen neked dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Felhívom figyelmeteket az adakozásra, ami életünknek hálaadó része, és egyúttal Isten tiszteleti cselekedetünk is. Trianon 100. évfordulója június 4-én csütörtökön lesz. Azon a napon 16:30-kor Kárpát-medence szerte megszólalnak a harangok. Így lesz ez kaposmérői és a hetesi református templom harangjaiban, és remélem, hogy minél több község és város harangjai konganak, hirdetve, hogy bár látható módon határokkal szabdalt, de lelkileg mégis egységes hazánk, népünk van. Megragadva a lehetőséget, köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik helyt álltak az elmúlt időszakban, ott azon a helyen, ahova Isten rendelte őket. Kitartást és türelmet kívánok minden diáknak, szülőnek és tanárnak a tanévből hátralévő két hétre. Isten gondviselő, megváltó és megszentelő szeretete őrizzen meg mindannyiunkat, és adjon nekünk örömteli hazatérést, visszatérést a templomainkban, a hívek seregében. Áldás vételére készülve záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 463. dicséret. 463. dicséretünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Ennek az éneknek eléneklését követően himnuszunkat, nemzeti imádságunkat énekeljük el, majd úgy vegyük Isten áldását. Thank you.
Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Szent házadból eltávozván, Atyám, arra kérlek, hogy lehessek megtartója a Te szent ígédnek. Házamba is jöjj el velem, Te templomoddá, Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen. Áldás, békesség, Istennek dicsőség.